Az alma melléki kisvasút útvonala a Zselic festői tájain haladt keresztül, ezúttal azonban kiinduló pontjával, vagyis az alma melléki vasútállomás épületével foglalkozunk. Itt a terület egykori birtokosának, a Biedermann családnak a története tekinthető meg. 1999-ben az alma melléki állomás épületet felújították, kialakult alul egy erdészeti és kisvasúti múzeum, a kiállítás koncepciója úgy épült fel, hogy a múltat összekapcsoljuk a jelennel. A múlt gazdasági funkcióját, ami a 120 évvel ezelőtti időszakot idézi, összekapcsoltuk a jelen turisztikai koncepciójával. Tehát most jelenben a turisztika az, ami előjogot képez ugye a gazdasággal szemben. Bemutatunk nagyon sok mindent, ami az uradalmi birtok részét képezte. Központi helyen áll egy terepasztal, amely a kisvasút mellett működő úgynevezett majorságokat mutatja be. Szent Márton pusztát azt külön kiemeljük a cselédség szempontjából is. Ugye az uradalmi cselédekről nagyon keveset hallunk manapság már, és igazából most már azok az emberek is lassan elmennek sorainkból, akik már egyáltalán emlékeznek arra, hogy valaha volt itt egy uradalmi birtok, hogy valaha itt éltek a Biedermannok, és amikor szedtük össze a kiállítás anyagát, még sikerült beszélgetnünk olyan 90-95 éves nénikkel, bácsikkal, akik még bizony benne voltak ebbe a cselédsorba, és nagyon-nagyon sok mindenre emlékeztek. Óriási apparátus, nagy birtok, ami azzal járt, ugye, hogy a tulajdonos, akkori tulajdonos az Rudolf bácsi volt, Biedermann Rudolf, és hát a fiai, azok dolgozhassanak annyit, amennyit bírnak. Dolgoztak is, és hát megfelelő apparátussal. Jó lett volna 120 évvel ezelőtt megszületni, mert hát akkor része se lettem volna annak, ami itt volt. Szeretem az egész környéket, Baranya megyét, Somogy megyét, ugye hát itt éltünk, itt voltam gyerek, itt voltam háború alatt is, volt időm egyben nőni tulajdonképpen ezzel a területtel, örömmel jövök ide mindig vissza. Meg kell említeni természetesen magát a kisvasutat is, beleértve a járműveket, illetve a helyszíni látnivalókat is, amik mellett a kis szerelvények elhaladnak. A 60-as évek végén ide kerültek azok a zárt kocsik, amelyet azért alakítottak ki, mert egyre inkább előtérbe került a turisztikai forgalom. Olyan téren, hogy 77-ben a nagyvasút sajnos megszűnt, és látni lehetett, hogy gazdaságilag már nincs értelme a kisvasútnak. Tehát mindenféleképpen olyan fejlesztéseket kellett véghez vinni, ami előtérben helyezi a turisztikát, a közjólétet. Alma melléki indulással egy olyan kisvasútra szállhatunk fel, amely kuriózum az egész országban, egy 600 mm-es nyomtávú kisvasúttal közlekedünk. Ebből kifolyólag is nagyon jellemző az alma melléki kisvasútra ez a kis ingatag, döcögés, ami az egész úton elkísér minket. Hát a táj, amin végigvonulunk, az pedig csodálatos. Ugye az almás patak völgyében megyünk végig, a patak határozta meg a felszínformát. Tehát ebben az egyenes szakaszban láthatjuk jobbra-balra az gyönyörű zselici dombságot, és a végállomás előtt pedig láthatjuk az uradalmi birtok azon részeit, amelyek megmaradtak nekünk örökségben. Például a mostani erdészeti erdei iskolát, a Kikerics Erdészeti Iskolát, ami még az uradalmi birtok idején népiskolaként működött. Az erdei iskola mellett körülbelül 250 méterrel található a Sasréti Vadászkastély, amely persze szintén a Biedermannok öröksége. Volt nekik egy nagyszerű főerdészük, akit úgy hívtak, hogy Bázler Ernő. Őt bízta meg Biedermann Rezső báró, hogy építessen számára egy vadászkastélyt a vadász vendégei részére. És várjuk a mai napig is oda is a vadász vendégeket, és alma mellékre pedig a kisvasútra.
utazni vágyó vendégeket. Azt hiszem, bárki eljön ide hozzánk, gyönyörködhet ebben a környezetben, és kicsit úgy érezheti magát, mintha visszatérnénk egy 120-150 évvel ezelőtti időszakban, amikor annak a kedves bája, romantikája itt a helyszínen visszaköszönhet ránk.